Vigyánszky Attila az elmúlt időszakban sokat szerepelt a különböző médiumokban. Kevesen vannak tehát, akik ne hallottak volna valamit az ő kinevezéséről a Nemzeti Színház élére, ami később pajpolt kevert színházi berkekben. A nemzeti igazgatói posztjára a debreceni Csokonai Színház vezetőjeként pályázott. A posztra még előző társulatával érkezett Fedóból, ha a fülbe című darabjával. Ezt a vígjátékot már többször megrendezte pályafutása során. Először Kijevben, majd az Új Színházban, most pedig Debrecenben. Igazgatóként tulajdonképpen az 5. évet zártam le, és úgy döntöttem, hogy legyen egy olyan előadás, amelyben úgy a színész, mint a néző egyként örülhet és szeretheti egymást. Másrészt támadt is egy ötletem. Ugyan korábban megrendeztem már néhányszor, de egész másként. Most egy konkrét üzenet került az előadásba, egy kicsit a mából szólalunk meg, talán azért úgy, hogy nem romboltuk szét a fedói történetet, mert egy bohózatot akkor van értelme színpadra vinni, hogyha az sok-sok örömet és kacagást okoz. Vigyánszky Attila pályafutása során egy sajátos színházi nyelvet hozott létre, amit ő a költői színház terminussal határoz meg. Ez a fajta színházi nyelv ezen a Bolha a fülben előadáson is érződött. Ez annyiban különbözik az összes többi előadástól, mondjuk amit itt a pécsiek láthattak, hogy ez azért egy széles közönségnek, rétegnek szóló előadás. Ilyen kevesebbet szoktam színpadra vinni, másoknak hagyom meg ezt az örömet, de néha magam is ráfanyalodom. Viszont esztétikai szempontból nyilván azok az alapelvek, amelyek meghatározzák az elmúlt évtizedekben a munkálkodásomat, itt is érvényesek. Tehát a térhez való viszonyom, a zenéhez való viszonyom, a történetmesélés módja, az nagyjából ugyanaz, csak most nem mesés férfiak szárnyakkal, hanem Bolha a fülben. Nyilván mindenkinek megvan a saját színháza, és ez így nagyon jó. Tehát attól gyönyörűséges a magyar színház, mert ezerféle gondolat mentén szerveződik. És ennek így is kell lennie. Nem szeretnék egy olyan színház életben létezni, ahol valami fajta kizárólagosság volna. Tehát nyilván azok az alapelvek, amelyek mentén én a színházat csinálom, azok az én alapelveim. Ezen alapelvek lényegéhez tartozik az, hogy a térnek is van zenéje, a térben való elhelyezettség az sok mindent meghatároz, a történetmesélésnek egyfajta foszlányszerű módja, egyfajta szimultanitás, ahogy az életben is sok felül jönnek impulzusok, az én előadásaim is úgy készülnek, hogy sokféle történet keveredik, amelyben vagy amelyek közül kiválasztok majd egyet-egyet mindig, és azokra fókuszáltatom a közönség figyelmét. Nagyon zeneileg is nagyon erőteljesek a gesztusaim, tehát úgy gondolom, hogy a nyelvnek is van zenéje, maga a zene, mint olyan, amelyik megszületik, vagy amelyik gépről jön, és ez együtt egy nagy zenét kell, hogy produkáljon. A valósághoz viszonyom pedig egyfajta dimenzióba helyezettség fogalmán keresztül fogható meg. Magyarul egyszerre jelen, jövő, vízszintes,
és égi dolgok, legalábbis e felé törekszem, hogy legyen állandóan egy metafizikai perspektívába helyezve mindaz, ami a színpadon történik. Aztán van, ahol jobban sikerül, van előadásom, amelyikben jobban, van, amelyikben kevésbé, de ez a szándék és ezen elvek alapján készülnek előadásaim. Magában, múltkor este, a komediben, zseniális! Hát Istenem, csak úgy elképzeltem, mint hogyha magam írnám. Ula, én vagyok az a nő, aki lenemdette a szemét magára. Múltkor este, a komediben, új igazgatóként 4 előadást fog rendezni a következő évadban, plusz egyet még nyáron a Beregszászi Színházzal és a Zsámbéki Szabadtéri Színházzal közösen hoznak létre, ami majd a tavasszal fog bekerülni a Nemzeti Színházba. Arra is választ kaptunk, hogy igazgatóként miért vállalt ennyi rendezői munkát. Én ezt megtapasztaltam Debrecenben, hogy leginkább a színházat a rendezésen keresztül tudod megfogni. Tehát az igazgatói székből nem látszik úgy a színház, mint a rendezői székből. Ott tudod igazán fölmérni azt, hogy hogyan is működik egy színház, ott látod minden szegmensét a történetnek, és első évad a társulat összefogása, a társulat összekovácsolása érdekében is számomra nagyon-nagyon fontos, hogy ez megtörténjék, ezért kell, hogy erőteljesen ott legyen az én rendezői gesztusom az évadon. Aztán a következőkben már nem fogok ennyit, 3-at, 2-t, igazából 2 az, ami szerintem a normális mennyiség. Az új bemutatók több, mint a felét magyar írók műveiből válogatták. Így lesz Tamási Áron, Petőfi Sándor, Pilinszky és Vörös bemutató is az évadban. A mindenkori Nemzeti Színház feladata, tehát szerintem, hogy a magyar műveket, magyar alapanyagot, mert itt nem csak ugye színpadi művekről van szó, hanem irodalmi művekről, dolgozza föl, a magyar hagyományokat ápolja ilyen értelemben, szóval ez egy mindenkori feladata a Nemzeti Színháznak. Végül pedig jöjjön egy válasz arra a kérdésre, amit mindenkinek feltettünk a poszt alatt, mégpedig az, hogy miért jó egy ilyen országos színházi találkozó, illetve hogy mi lenne a célja. A szakmának a nagy ünnepe. Ez kell, hogy maradjon, ez is volt, ez kell, hogy maradjon. Én a fesztiválok híve általában nem vagyok, mert az egy egészen különleges állapot fesztiválozni, különleges és egy kicsit a normális színházi léttől idegen szerintem állapot, de szükség van időről időre arra, hogy lássuk egymást, hogy beszélgessünk egymással, hogy a szakmát nagyon komolyan érintő kérdéseket megvitassuk, itt is a poszton lehetőség nyílik rá, hogy a diákjaink, az iskolák, a színészeti egyetemek diákjai lássák, itt legyenek velünk, érezzék azt, hogy ők is a szakma részei. Hogy lássuk a legizgalmasabb előadásokat, vagy a válogatók szemszögéből nézve legérdekesebb előadásokat, hogy vitatkozzunk. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ennek mindenképpen az jövőben is így kell, hogy nekiálljunk, és hogy ez megtörténjen minden évben. Nem, 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 nem,
tartó. Ennyi? Várjál!